Makacs sérülése miatt visszavonul az öttusázástól a világ és Európa bajnok Gyenesei Leila, aki ötször volt az év sportolója, miközben második magyarként vett részt téli és nyári olimpián egyaránt, sőt az első volt, aki téliről váltott nyárira. Sífutásban is lett egyébként az ország legjobbja, triatlonozott is, nem folytatom, folytassa ő, ha már abba hagyja. Szóval Leila a vendégünk, szia, jó reggelt! Kívánok. Szia, jó reggelt! Leila, egy egészségtől duzadva, egy átlagos napon um, mennyit mozogtál, mennyit sportoltál, készültél, edzettél? 5-6-7 óra. Ez azért változó volt, mert hol a technikai számok voltak túlsúlyban, hol a fizikai számok, de de azért egy öttusázónak a napja az edzéssel telik általában, a nagy része legalábbis, vagy az edzésre megy, vagy onnan jön, vagy éppen pihen. Tehát gyakorlatilag és néha még eszik. Tehát erről, erről szól nyilvánvalóan egy öttusázónak az élete. Tehát három-négy edzés az, ami az általános, és akkor nyilván vasárnap volt mindig egy pihenőnap. Na, azért is kérdeztem, mert hogy akkor ehhez képest most? Most? A, a sport most, Most igen, igen, hogy most mennyit mozogsz? Mennyit, napi egy óra. Napi egy óra. Igen. Azt mikor döntötted el véglegesen, hogy, hogy nincs tovább? Hogy hát, nincs mese, nincs tovább? Ez egy ilyen folyamat volt, uh -huh. hogy nem úgy jött ez a döntés, hogy egyik pillanatról a másikra egyszer csak arra jutottam, hogy, hogy akkor tényleg most nincs tovább, hanem, hanem jött a sérülés, jöttek az, hogy fájdalommal kellett versenyeznem, edzenem, és sajnos nem úgy javult, ahogy annak kellett volna, vagyis igazából nem is mondták azt, hogy ennek kellene javulnia. Én bíztam azért benne, hogy, hogy ez fog javulni, de, de gyakorlatilag ez volt az észszerű döntés, hogy, hogy, hogy egy ilyen két darab porckorunk nem feltétlenül az az észszerű döntés, hogy, hogy, még éveket tusázzak, hiszen azért még, még azért remélem jó pár év előttem áll, amit aktívan eltölthetek a, a civil pályámon, ö, úgyhogy, úgyhogy igazából így döntöttem, de a döntés az nem egyik pillanatról a másikra történt. Nehéz döntés volt? Bizonyos szempontból igen, mert nyilvánvalóan az ember élete teljesen megváltozik, az, amit addig csinált, az, az, az gyökeresen felfordul. Viszont a másik oldalról meg nem feltétlenül, mert, mert minden ilyen sportolónak az életébe előbb vagy utóbb, de valamikor eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy felakasztja a szögre a, 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 a cipőt, és, és kell valami más csinálni. És ez, hogy kell valami más csinálni, ez, ez egy olyan alaphelyzet, ami, amire azért szerintem. Ö, én készültem. Na ezt akarom mondani, hogy ugye nyilván akkor a legnehezebb, hogyha az adott élsportoló a teljes mértékben a sportban van benne nem is nagyon emeli ki belőle a fejét, és nem gondol arra, hogy mi lesz utána, de te speciál, nem ez a típus vagy. De igen, és tanultál, és már régen a sport alatt is azon gondolkodtál, meg gondolkodtál rajta, hogy mi lesz utána, igaz? Igen, ez is ugye... szerves legyen ez az átmenet. Igen, de, de azért ez úgy kell látni, hogyha mondjuk ez 20 éves koromban fordul velem elő, vagy 22 évesen, Sz akkor, akkor akkor katasztrófaként érjük meg az a ember. Igen, viszont, viszont így, hogy 28 évesen végül is jött ez a sérülés, két olimpia után, két világbajnoki cím után, tényleg azt mondom, hogy a, talán talán lehet úgy tekinteni erre a pályafutásra, hogy kerek, és, és, és nem hiányzik belőle talán semmi. En ebben a szituációban én ugye mindig képeztem magamat, és lett már, van egy diplomám, van egy, egy második diplomám, ahol most negyedéves vagyok a jogi egyetemen, angol felsőfokú nyelvvizsga, tehát hogy, hogy, hogy Egyébként hogy az, hogy a civil életbe arra. is készültél, és sokféle módon képezted magad, ez, ez, ugyanúgy összefügg a, az, hogy a sportpályán is sokfélét kipróbáltál, és sok mindennel próbálkoztál? Lehetséges. Én Te nem az, vagyok vagy? az, aki, aki, mondjuk bírja ugyanazt a dolgot csinálni napon a tíz órán keresztül, tehát sok-sokrétű vagyok, de, de igyekszem azért, a, amellett, hogy sokrétű vagyok, nem szétaprózódni, hanem hogy az energiámat valamibe bele kell fektetni, akkor abba belefektetem. Mi az, ami hiányzik, és mi az, ami nem? A versenyzés az nagyon hiányzik. Én nagyon-nagyon szerettem versenyezni, nagyon jó légkör volt, nagyon jó hangulata a versenyeken, és az, hogyha valaki azért egy élsportolói szívvel van megáldva, és, és, és én szerintem azzal vagyok, hogy nagyon szerettem nyerni, dobogonálni, azt éreztem, hogy akkor van meg a munkámnak a gyümölcse, és, és azért ez, ez, ez nagyon hiányzik, hogy a többiekkel elmenjünk egy versenyre, fölüljünk a repülőre, és, és, és ott megmutathassam, hogy mennyit készültem, és hogy mit tudok teljesíteni. Ami talán nem annyira hiányzik, Hát a, az, fájdalom. a fájdalom, nem? Igen, de nem, én nem erre emlékszem, uh -huh. hogy, hogy én mondjuk a fájdalom miatt rossz érzések lennének bennem. Ami nem annyira hiányzik, az az, a, az, az olmos fáradtság, ami mondjuk így a hétköznapjaimra rányomta a bélyegét, mert három-négy edzés után azért az embernek nem feltétlenül van kedve bármi máshoz, mint ahhoz, hogy aludjon tíz órát. Uh -huh. uh, kereknek nevezte a pályafutásodat, tehát ilyen értelemben azt mondod, hogy nem uh, hiányzik uh, semmi, uh, tehát nincs olyan, ami benned maradt, és tüs tüske sincsen benned. Nincs. Uh -huh. uh, talán a 2012-es londoni olimpia. Én is erre gondoltam. Tudom, hogy, hogy a ez, ez, volt. ez mindenkinek uh -huh. a fejében ott van, az én fejemben is ott van, de, de ez így alakult, ezen nem lehet változtatni. Uh, én akkor úgy éreztem, hogy mindent megtettem, voltam két olimpián, és, és, és én erre büszke vagyok, úgyhogy a Londoni nem sikerült, kettő meg sikerült. É, és mind a mai napig neked ez az öltus a, a szereplőkkel, a főszereplőkkel, a, a, a kollégákkal, az edzőkkel, az egy ilyen szeretetteljes közeg maradt? Igen. Mert hogy azt mondtad, hogy, hogy az volt a legjobb része, hogy együtt utazni, meg meg Igen. a társaság Igen. együtt volt. Én nagyon-nagyon kedveltem az edzőimet, nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, a versenyzőtársaimmal is, Úgyhogy, úgyhogy ez azért hiányzik, de de amikor csak tehetem, azért így lelátogatok edzésekre, beszélgetek velük, ott voltam a nyári Európa-bajnokságon is, tehát, tehát azért nem feltétlenül kell teljesen elszakadni ettől a közektől. Milyen potenciál van a maradókban? Ö, ugye a fiúknál szerintem nagyon erős a csapat, szerintem ők a Riói olimpiáig minimum kitartanak, ha nem hanem tovább, azért... azért előfordulhat, hogy még egy pár évben benne van a fiúkban, ők szenzációsak. A lányoknál azért van egy kis űr ott, ott a harmadik, negyedik helyen, ugye Cseh Kriszti babát várt, és már meg is született neki. Velem ez történt, hogy megsérültem, és gyakorlatilag ugye a négy válogatottból így kettő kiszállt, ö, és, és a Kettő megmaradó mellé kellett választani még kettőt, aki, aki, akiknek szerintem még bele kell erősödnie a, a felnőtt mezőnybe, de, de én nagyon bízom a fiatalokba, a juniorokba és az ifikbe is, akikben talán van, van annyi, hogy nem talán, szerintem van annyi, hogy idővel oda fognak érni. És azt nézzük a végén, hogy, hogy neked hogyan tovább. Van egy, csináltatok egy szervezetet, egy ilyen Team Prevention nevű szervezetet, és egyáltalán milyen, gondolom, több a terveid. Igen, de, ö, dolgozok is egy, ö, egy ö, multinacionális cégnél, ahol ahol az első diplomám szerint marketing és kommunikációval mm -hmm. foglalkozom. Akkor mellette ugye a jogi egyetemre járok, ami, ami még azért egy fő irányvonal, negyedéves vagyok, tehát ott most éppen vizsgai van. Mi előbb-utóbb ügyvéd lesz -e? Hát nem tudom, hogy mi leszek, de most egyelőre az államvizsga a cél, utána nyilvánvalóan szeretnék ezen a pályán maradni, ezzel foglalkozni, de a marketinget is nagyon-nagyon kedvelem talán ezt a kettőt valahogy így összekapcsolni, akkor van egy ilyen kis kezdeményezésünk, amit említettél, ez a Team Prevention, Úgyhogy, úgyhogy ezekkel így mindennel foglalkozok, és van egy kis médiás vonal is, ami szintén, szintén benne van az életemben. Ö, és olyan, hogy a tapasztalatok és a, az edzősködés, az biztos, hogy nem? Én úgy éreztem, hogy, hogy talán nem feltétlenül az én habitusomnak megfelelő az a pálya, hogy, hogy edzősködés, tapasztalatok átadása. Van egy, egy oldala, ami, ami mondjuk kihívásokkal teli, de, de valahogy én soha nem, soha nem úgy tekintettem magamra, hogy én majd, hogyha abba hagyom, akkor edzőként fogok tevékenykedni. Úgyhogy, úgyhogy soha, tehát ez, ez igazából így nem volt sohasem vágy bennem. Uh -huh. És a, 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 ha egy másik oldalról közelítjük meg, akkor sportvezetősködés. Hát ebben van minden, marketing, jog, sok minden benne van. Benne van <laughs> maga a sport, szóval adná magát. A, aki a sportvezető akar lenni, és sportvezető, jó sportvezető lesz, ahhoz nagyon Családi sokat háttér, kell... Családi háttér, szóval ne is folytassam. <laughs> nagyon sokat kell tanulni, és, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan munkahelyet sikerült találnom most, ahol, ahol maximálisan azt érzem, hogy fejlődhetek, hogy tanulhatok, és egy új közegbe is megmutathatom magamat. Az, hogy ezt később a sportba hogy lehet esetleg bevonni és, és kamatoztatni, az, az, az nem feltétlenül most dől el, de, de, azért a szívem csücske a sport, tehát nagyon örülnék, hogyha valamilyen formában azért kötődhetnék a sporthoz. Na, de hogyha majd oda megy hozzád egy, egy kislány is megkérdezi, hogy akkor most én mi legyek, öttusázó, vagy triatlanos, <laughs> vagy sífutó, akkor mit fogsz neki tanácsolni? Hát ö, a leginkább mindenkinek a saját ö, egyéniségéhez, tehetségéhez, ki tehetségéhez. Hát azért nem javasolnám, hogy próbálja ki mindent, de de ez mindenkinek a saját döntés, a saját életében kell megtalálni azt, ami, ami amiben a leginkább ki tud bontakozni. Hát sok boldogságot akar az új élethez, vagy hát nem is új élet, már az el, el, el lett kezdve, mert az átmenet az szerves volt, Igen. és sok sikert benne. Köszönöm Nagyon sépen, szépen köszönöm, 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 köszönöm a meghívást.